újsághírből idézek, a Magyar Nemzet írta meg nem olyan rég, hogy a végdőnők megszakadnak, a központi adattovábító rendszer gyakorlatilag működésképtelen, hosszúak a várólisták, és hogy egyre kevesebb a védőnő Magyarországon. Csordás Ágnes elnök, a Magyar Védőnők Országos Szövetségétől a vendégünk, kezét csokolom, jó reggelt kívánok. Mindaz, amit elolvastunk, azok elég aggasztóak voltak. Valóban ekkora probléma? Az elmúlt években nagyon komoly fejlesztés zajlott le, módszertani fejlesztés zajlott le a védőnői területen. Ennek a következményeképpen kerül bevezetésre egy kiegészített szűrési módszer, aminek az a lényege, hogy a szülőket is bevonjuk a gyermekek fejlődésének a nyomon követésébe. Ehhez készült 15 korcsoportra kérdőív a szülőknek, illetve hát talán tulajdonképpen egy ilyen kis vezető fonal, hogy mik azok, amit a különböző életkorokban figyelni kell a gyermeknél a fejlődésében. Ez újszülött kortól egészen az iskolás korig az életszakaszoknak megfelelően, csecsemőkorban sűrűbben, illetve egy éves kort követően a születésnap környékén van egy ilyen kiegészítő szűrés. Ez megnövelte a védőnői munkát abban a tekintetben, hogy egyrészt fel kell készítenünk a szülőket erre, hogy mit figyeljenek meg, hogy figyeljenek meg, a kérdéseket megértik-e, amit ugye feltesz. A kérdéseket azt egy tudományosan szakmai szakemberek állították össze, tehát ez egy nagyon érzékeny és jól jelző. Ezt azért kellett megtennünk, mert az volt a tapasztalat, hogy nem időben kerülnek be azok a gyerekek a korrekciós szolgáltatásokhoz, akiknek erre szüksége van. Tehát minden gyereknél megtesszük, mindenhol megnézzük ezeket az életszakaszokban fontos mérföldköveket, és ezt akinek kevésbé az elmaradás, kisebb az elmaradása, ott mi is próbálunk segíteni, tanácsot adni, ahol nem, ott pedig adja a korai fejlesztő felé. Igen, és alapvetően ez egy nagyon jó irány, mert nyilván az a fontos, hogy minél korábban esetleg a rendellenességet felismerjék. A probléma az, viszont, igen. Na, és beszéljünk a gyakorlati problémáról, mert hogy az informatikai vagy rendszer háttér, nem stimmel, a háttér és az nem készült el még teljesen. Itt nekünk igen. Legfrissebb adatunk nem volt. Az biztos, hogy 93.100 gyermek született tavaly 2016-ban, meglepő módon és furcsa módon tavaly nem járultam hozzá a népesedés növekedéshez, de korábban jelentősen. Szóval, hogy a védőnök száma 2012-ben 4800 volt, 2009-ben, tehát 3 évvel korábban még 5400. Most tudjuk a pontos adatokat? Hogy ez a zuhanás, ez természetesen megállt? Természetesen tudjuk, tehát 5200 védőnői állás van jelen pillanatban, de ebben nem csak a területi és az iskolát ellátó védőnök vannak, hanem a kórházat ellátó védőnök, a családvédelmi szolgálatban, illetve a szakfelügyeltet ellátó kormányhivataloknál lévő vezető védőnök is benne vannak. Amit látunk, hogy 400 üres állásunk van, tehát ez sajnos valóban évről évre emelkedik. 2-3 évvel ezelőtt csak 250-ről beszéltünk, tehát jelentősen megnőtt, és hát a friss statisztikák azt mutatják, hogy újabb 190 üres állásunk van, ami most ebben az évben keletkezett üres állás. De ha most Emília például védőnőnek jelentkezni, és azt mondanák neki, hogy 161 ezer bruttó forintot kap, akkor szerintem nem Emília, nagyon hanem nagyon... elhivatottnak kell ahhoz lenni. Így van. Tehát, hogy megvannak-e becsülve ezek az emberek, akik egyébként ezt a csodálatos munkát végzik? Hát ugye a pályakezdő és a 20 éve pályán lévő az az alapilletménye a garantált bérminimum. Tehát a szakmunkásokkal együtt pedig hát ugye felsőfokú végzettsége, sőt van akinek egyetemi és egyéb végzettsége is van. Ehhez hozzájárul bérpótlék, tehát ezt el kell mondanunk, hogy valamelyest próbálják hozzáigazítani a szakdolgozó bértáblához a mi bérünket is, de ez most már 5 soron kell kiszámolni, tehát nagyon bonyolultan kell kiszámolni, illetve az ellátottak száma alapján kapják a védőnök a bérkiegészítést. És akkor visszahez az új típusú szűréshez, ez a hétköznapokban hogy nehezíti meg a védőnők életét? Egyrészt hosszabb lett az idő, amit a szülő és a gyermek bent tölt a védőnőnél a tanácsadáson, hisz azokat a kérdéseket végigbeszéljük, amit előzetesen is ugye odaadtunk a szülőnek, a védőnő megcsinálja a saját szűrését, és ezeket az adatokat rögzítenie kell egy elektronikus térbe. Na most a probléma az, hogy az elektronikus tér még nem mindenhol működik tökéletesen, tehát nagyon lassú, még fejlesztés alatt van, tehát itt a védőnő kolléganők küzdenek. Ám bár van egy olyan szolgáltató, aki már, amelyet 2500 védőnő használ, ő már
alkalmassá tette az ő programját arra, hogy ezt a szűrőkérdőívet, illetve amit most az fejlesztés kapcsán bekerült, azt nagyon frappánsan, akár mobileszközön is tudják használni a védőnök kolléganők. Tehát az a vagy lassan készült el a háttér, kevesen vannak a védőnök. Nem lehet volna szerencsés esetleg ezt később elindítani, hiszen mindaz, amit Emília kérdezett, és akkor az ön válasza erre hosszabb időt tölt el, egyre kevesebb a védőnő. Természetes, hogy hosszabbak lesznek a sorok. Itt az újság ugye működésképtelen rendszert ír, ön ezt árnyalja ezt a képet, de azt mondja, hogy nem tökéletes, és valóban lassú. Tehát nem lehetett volna ezt jobban koordinálni esetleg? Hát azért 3-4 éve volt felkészülés minden munkáltatónak arra, hogy ez a módszer be lesz vezetve. Tehát igazából volt rá idő, lehetőség, sajnos ugye nem készült el, illetve hát a tanácsadó infrastruktúrája sem alkalmas mindenhol, hisz ahol, főleg a városokban, ahol egymást érik a védőnői tanácsadások, illetve az orvosi tanácsadások, és ugyanabban a helyben tanácsadó helységekben kell működnie, ott egyszerűen nem jut idő arra a hosszú, vagy hosszabb együttlétre, amit szükségessé tesz hát ez az új módszer. Hát és akkor most erről már nem tudunk beszélni, de azért a történet ugyanilyen fontos fel az, hogy akit kiszűrnek, ő meg általában időben nem jut el fejlesztésre, mert olyan az hosszú, a baj, hogy az állami rendszerben három hónapokat kell várni, és legtöbb helyen fizetős rendszerbe tudnak menni. És itt kezdődik a mutyi része a dolognak, vagy a lehetősége. De ott sem tudnak már fogadni nagyon hamar gyerekeket. És pici baba élete eldőlhet Hogy... Így van, tehát az első időszak a három hónapnál hosszabb várakozás, az sajnos van olyan, amikor már nem tudunk behozni problémahelyzeteket. Beszélgetésünk véget érde, hogyha felállítaná egy dobogót, egy toplistát, amellyel tudná jelentősen javítani a rendszert, akkor mi az a három fogalom, amit említene? Mindenféleképpen a körzeteket meg kéne nézni, alacsonyabb létszámot kellene a védőnöknek adni. Tehát több védőnő kellene. Több védőnő kellene, így van. Amennyiben viszont többet lát el, akkor a fizetésüket is ennek megfelelően kellene. Tehát, hogy a másfél körzetet lát el, akkor a másfél körzetnek a fizetését kellene megkapnia, illetve hát azokat a háttér dolgokat meg kellene valósítani, ami az ő munka végzésüket megkönnyíti. Itt az informatika, az eszközpark, a szűrésekhez használt eszközök sincsenek mindenhol rendelkezésre, tehát ezeket mindenféleképpen szükséges lenne, és hát a bér rendezése, ugye, amit 2013 óta küzdünk, hogy a szakdolgozó bértáblához legyen igazítva az alapellátásban dolgozó védőnök bére is. Hát heroikus munkát végeznek mindezen körülmények ellenére. Helytállnak a kolléganők, én úgy gondolom, ennek a nehézségek árán is, tehát a lakosságot megkívánják ellátni. Még két információt esetleg, hogy a szülők ennek az új szűrésnek utána tudnak nézni. Két szakmai honlap van, ami a www.gyermekalapellátás.hu, vagy koragyermekkor.hu. Tehát ezt a két honlapot, ott mindenféle információt a szülők megkapnak, és ezt előre elolvassák, akkor ezzel segítik a védőnő kolléganőknek a munkáját. Köszönjük szépen, hogy itt jártam. Most következik a híradó.